Szeretettel köszöntelek, Robi, és köszöntöm a kedves nézőket is. Hálás vagyok, hogy az értékes tudásod és az útmutatásaid által ma is többek lehetünk. Ez az első interjú beszélgetésünk, ezért különösen boldog vagyok. Egy olyan témát hoztam, mint az önszeretet és az önbizalom témaköre. Azt hiszem, hogy ez a topik kivétel nélkül mindenkit érinthet. A személyes tapasztalatom ebben a témában az, hogy a legnagyobb tudásom és a személyes fejlődésem legfőképpen a kudarcaimból származott, és számomra a legnagyobb kihívást az esetleges alkalmankénti visszautasítás, vagy a túloldalnak az elkerülő magatartása és a kudarc kezelése jelentette az egészséges önbizalmam fejlesztésében. Nyilván az ember igyekszik tudatosítani azt, hogy egy ilyen esemény nem feltétlenül azt jelenti, hogy ő rossz vagy értéktelen, ugyanakkor rendkívül nagy kihívást jelenthet az, hogy az önértékelésedet ne kösd egy személy reakciójához vagy eseményhez. Szeretném kérdezni a véleményed arról, hogy hogyan lehetünk tudatosak az önszeretet témában, vagy az önbizalom szintjén, és hogyan tudjuk meghatározni, hogy hol tartunk jelenleg ezen a területen. Az önbizalom és az önszeretet az eléggé úgy együtt utazik, össze van úgy fonódva, viszont ami nehéz, abban, hogy nagyon sok definíciója van, és minél másabb, minél inkább emelkedünk és takarítjuk ki a belső világunkat, annál inkább változik a definíció. Az önbizalom az általában arról szól, hogy milyen tetteket és cselekedeteket merünk megtenni. Mi az, amit a fizikai síkon csinálunk? Ez az önbizalom. Hogyan beszélünk? Hogyan adjuk magunkat? Mik azok a tettek, amikre mi vagy merészek vagyunk, tehát bátrak vagyunk, és megmerjük tenni. Az önszeretet pedig nagyon érdekes valami, mert nagyon sokkal való. A legtöbb ember eddig ugye a régi világban elég el volt akadva a fizikai síkon, és nagyon fontos volt a fizikai testnek a szépítése, az edzés, és a többi, és az volt igazán a definíció az önszeretetnek. Viszont sokkal mélyebbek vagyunk, mint a fizikai sík. A fizikai síkunk az egy vetület és egy végeredménye, ami belső programjainknak, azaz a belső elmének és a többdimenziós lénynek. És majd kellek, hogy emlékeztess dolgokra, mert annyi mindent szeretnék mondani, csak próbálok, tudod, én is a tiszteletben tartani az időt, hogy megválaszolom most, és akkor belemehetünk részletekbe. Az igazi önszeretet, tehát már egy nagyon magas szinten az az, amikor integráltak vagyunk. Mikor ezt a sok elutasított részünket, az árnyainkat, az invertált hiedelmeinket semlegesítjük, és szeretjük azt a valahai elutasított, nem kívánatos, nem tetsző részünket, és az az igazi önszeretet. Csak az érdekes, amikor már ezen a szinten vagyunk, már nem tudjuk definiálni. Én tudom, mert én egy tanár vagyok, tehát én végig dokumentáltam, ahogy én mondtam, az egymillió lépés, csak azért mondom, hogy itt teljesen más a definíció, mint itt. És ahogy tisztulunk, ahogy gyógyulunk, ahogy integrálódunk, hajlandónak muszáj lennünk, hogy elhagyjuk az előző réteg definícióit. Tehát próbálok majd egy átfogó magyarázatot adni a beszélgetésünk alatt, de az a lényeg, hogy itt az önszeret azt jelenti, hogy vagy. Tudod, hogy védve vagy, a teremtővel egy vagy, integrált vagy, stb. És vannak olyan napok, például most lejönnek ezek a napkódok, hogy én sem alszom olyan jó. Tudod, ilyenkor az ego, hogy tőle beszél, behisztizik, jaj, mi rossz, mi van itt, mi folyik, vagyok, és jól vagyok. Tehát tényleg nem kell definíció, minél inkább definíciómentesek tudunk lenni, azonnal jön, hogy már nincsenek hiedelmeink, annál nyugodtabbak, békésebbek vagyunk, és tudunk úgy teremteni jót, hogy nem vagyunk a toppon. Ez a lényeg, ez az integráció. Tehát ez az önszeretet. És akkor az önbizalom, meg az, hogy milyen dolgokat teszünk meg,
még akkor is, ha nincs jó napunk. Az a fizikai síkon a tettünk, a tetrekészségünkre mutat rá. Nagyon szépen köszönöm. Felmerül bennem az a kérdés, hogy milyen jeleket kell figyelnünk, akár saját magunkban, vagy másokban, azzal kapcsolatosan, hogy valaki alacsony önszeretettel vagy önbizalommal rendelkezik. Tehát hogyan tudom megsejteni azt magamról, vagy esetleg másokról, hogy ezzel fejlődni valónk van? Ha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor azt hiszem ez evidens, hogy mindenkinek nagyon le van rombolva az önbizalma. Az ember nem is tudja, mi az, hogy szeretet. A háromdimenziós mátrixban ugye három dologhoz rendeltük hozzá szeretetet, de ez nem így van. Sex, money and romance, tehát ugye a sex, pénz, és akkor ez a romance, nem tudom, mi ez a szerelem, romantika talán. És bármi ezeken a paramétereken kívül esett, akkor mi az elménk úgy fordította, hogy minket nem szeretnek. És ebben nagyon sok ember, milliárdnyi ember belebolondult. Legnagyobb bajunk, hogy szeretet, érték és méltóság hiányba szenvedünk. Nem a méltó, hanem a büszkeség, az a worthiness, tudod? És ezek olyan programok, amik irányítják az egész pszichénket és a lényünket, és amíg ezek nincsenek meggyógyítva, addig küzdködünk. Honnan veszed észre azt, hogy valaki nincs önszeretet? Az önszeretet meg az önbizalom az más, ahogy említettük, de honnan? Úgyhogy nem érdekli az, hogy jobban legyen. Ez egy önszeretet hiány. Onnan is kijön sokszor, vagy szókörnyezetből, hogy magáról csúnyákat mond. Csúnyákat gondol, csúnyákat mond. Amiket kimond az ember, én mint egy coach, meg egy tréner, én azt felhasználom arra, hogy dokumentálom, vagy feljegyzem, és meggyógyítom azokat a részeket, mert azok öntámadások. Nagyon sok öntámadás van bennünk, több tízezer. Mik az öntámadások? Nem vagyok elég jó. Jaj, én hülye. Te kis ez. Te meg mit tudsz te? Ez mind támadások. És annyira elkezd fájni ez a sok támadás, hogy már nem akar, nem bírjuk tovább, mert úgy idomulunk a saját programjainkhoz, hogy ez fáj, ezt nem akarom többet mondani, és akkor az egónk elkezdi a külvilágot támadni. Ezek a bíráskodások. Tudod, hát a narcisztikus férj, a narcisztikus nő, az te vagy egy alacsonyabb szintű elakadt elmei síkon, és ezért az új világban nagyon fontos ezeket a úgynevezett címkéket megérteni, hogy ne a viselkedést fordítsuk állandóan, és ezt ütlegeiken értsük meg a pszichológiai struktúráját. Itt van a gond, és ezt megoldjuk, utána már nem lesz ez a csata a két narcisztikus között, az egyik az, hogy jó fej, a másik meg lejátsz. Jó? Tehát a párkapcsolatunkban a legnehezebb dolog az az, hogy a mi partnerünk lejátsza a bennünk gyógyulatlan aspektusokat. Teljesen ilyen. Felmerül itt bennem az a kérdés a párkapcsolatból kifolyólag, hogy mondjuk hogyan hat az önszeretet az olyan emberi kapcsolatainkra, mint mondjuk egy családi kapcsolódás, ahol ugye a szereplők külön más és más struktúrában helyezkednek el a fejlődésben, vagy nem is tudom, hogyan fogalmazzak, de hogy a tisztulásban, vagy a tisztításban, illetve mondjuk egy munkahelyi teljesítményre hogyan tudhatni az, hogy én hol tartok az önszeretettel. Oké. Az önszeretet, ugye a magunk irányába kifejezett szeretet, az meghatározza, hogy milyen kapcsolatba lépünk, és milyen munkát vállalunk fel. Nagyon kevés ember szereti magát. És ez úgy jelentkezik meg a fizikai síkon, hogy olyan dolgokat választunk és csinálunk, ami igazán, hogyha tényleg lelassítjuk ezt a fénysebességgel menő vagy folyó elmei programot, akkor látjuk, hogy nem tesz igazán ez a választás engem boldoggá. Tehát ilyen fél választások, fél megoldások.
Tehát az önszeretet hiánya, mert mindig fontos mind az élménynek mind a két aspekt, vagy oldalán átvizsgálni, mi az önszeretet, és mi a nem önszeretet, tudod, ilyen kvantum nyelvezettel, és amíg nem tudjuk meg, hogy mi az, ami nem önszeretet, addig nem fogunk a mintákból kiszállni tudni. Tehát az önszeretet hiánya olyan dolgokba visz minket bele, amit mi később megbánunk, de nem baj, mert minden korrigálható, és az önszeretet hiány olyan kijön, hogy nem vagyunk hajlandók korrigálni. Az az igazi önszeretet hiány. Tehát mi az önszeretet akkor? A definíciója, kiállunk magunkért, dolgozunk magunkon, engedjük el a régi cuccot, nem veszünk magunkra a dolgokat, nem könnyű, én értem, és tisztítjuk, takarítjuk az elmét, és egyre inkább a fejlődőben lévő lényünkkel szolgáljuk a világot. Ez az új, a humán, új földön, ez egy nagyon fontos valami lesz, és tényleg át kell az embereknek tréningezni a belső világukat, mert nem erről szólt a régi világ. A régi világ miről szólt? Túléljé, legyél vagy mérnök, vagy orvos, vagy keres jól, és utána minden rendben lesz. Igen. Boldog vagy, nem vagy boldog, semmi, nem számít, túl, éld túl. És ez a túlélési stratégia, ez bolondított meg minket, és ez nyomott, vagy ez teremtett olyan agresszív viselkedéseket, mivel nem a teremtőt szolgáltuk, hanem a magunk idézőbe önző túlélési fel nem dolgozott traumáit. Tehát akkor végül is kijelenthetjük, hogy van egyértelmű párhuzam az a között, hogy az önbizalmam vagy az önszeretetem fejlődését gátolja az a belső konfliktus, amin még eddig nem dolgoztam, vagy amit még fel sem ismertem. Igen, nem válaszoltam a második felére a kérdésednek, a munkahely ugyanilyen. Mondok egy példát. Én ugye Amerikában tanítok, nekem ez a fő elfoglaltságom. Nekem kurzusok vannak, és nagyon sok diákom, tanulóm és páciensem orvos. Van egy nagyon intelligens orvos, srác, kb. Késői 30-as. Olyan szinten se önbizalma nincs, se önszeretet nincs benne, hogy ez hihetetlen. Mondok valamit. Amerikában, ha már valaki 75 ezer dollárt keres bruttóban egy évben, az jól él. Ez az orvos 350 ezeret keres. Nagyon jól él. És képzeld el, hogy elment taxisnak. Hú, mert annyira rossz a pénzzel való viszonyuk. Tudod, tehát ez abszolút sem szeretet, sem bizalom. És mi azon dolgozom én is fel, hogy figyelj, állíts már vissza legalább azt, hogy ne a pénzzel való kapcsolatodat gyógyíts meg. Mert van pénz, ez az érdekes, hogy amikor bennünk nincs ez az önbizalom, meg az önszeretetnek egy szikrája se, nem látjuk, ami előttünk van. Tehát mintha tudod, ilyen blinderek lenne, mintha le lennénk vakítva. És akár hiszed, akár nem, nagyon sok orvosban látom ezt így a világon. Nem mindegyik, de nagyon sok. Ez a... Most itt a pénzzel kapcsolatban felmerült bennem egy olyan kérdés, hogyha valaki dolgozik a pénzzel kapcsolatos hiedelemrendszerén, illetve én úgy hívom, hogy csóróság programján, akkor jól értem, hogy ha én jól vagyok magammal, akkor pénzem is van? Vagy ez nem exakt? Igen, kicsit adok hozzá, mert amikor te jól vagy magaddal, nem a fizikai lényed van jól magaddal, hanem az összességed van jól magaddal. Jó. Mivel említettem, hogy mi multidimenzionális lények vagyunk, az elme multidimenzionális, ez azt jelenti, hogy amíg a teremtővel nem vagyunk egyek, tehát nincs egység, nincs teljesség, addig azt jelenti, hogy traumáink vannak, amik elutasítják a pénz elfogadását. Jó. Ez a lényeg, hogy a pénz létezik, rendelkezésére áll mindenkinek, viszont belső elmei programok elutasítják, és akkor ebből van jó sok. Az egyik, amit kérdeztél, hogy majd szerintem érdemes lenne kitérni rá,
hogyan tudunk, vagy mit tudunk csinálni az elutasítás vagy mikor elutasítanak, és tudod, annak a félelmétől. Igen, Jó, majd van egy gondolat, bocsánat, folytasd, mit kérlek. azt jelenti, kérni, hogy térjünk rá szerintem, mert a nézőknek nagyon sokat fog segíteni. Jó. Akkor kérlek, hogy mondd el a véleményed erről, mert látom, hogy van benned információ, és én meg nagyon várom, hogy ez Oké. napvilágot. Amit eddig a YouTube-on átadtam, az az 1% az 1% az 1%-nak, tehát milliomod része, ami minket működtet. Azért emelek ki dolgokat, és akkor az emberbe föl gyullad a szikra, megjelenik ez a aha, jó? Az elutasítás, az attól való félelem, az egy és egy dolgot jelent, hogy a szívtörés traumája gyógyulatlan bennünk. Ez egy ősi minta. Ez egy millió éves minta, és egy eszméletlen egócirkusz alul. Bent, itt a fenn, ez a tudatos síkon, a fizikai síkon, mi úgy érezzük, hogy minket elutasítanak. Jogos, tehát most nem akar tudni, ez nem arra, hogy cikizünk, hanem van ennek egy logikája, és minél inkább alázatosak tudunk maradni, annak gondolom, hogy megyünk egyre mélyebb, és látjuk, hogy te jó Isten, még csoda, hogy élünk. Ez a cirkusz, ami itt folyik, olyan cirkusz folyik ment az elmében, hogy ne tudd meg. Na, az a lényeg, hogy tudod, neked is megvan a visszátszorongás ele új élet, ami egy mini verziója a Master Yourself, Master Your Life eredeti amerikai vagy angol nyelvi programomnak. Abban az a fontos, hogy felteszek egy kérdést a nagy traumoldó technikában, hogy innen mi hiányzik. Minél inkább ismerjük a hiány pszichológiát, annál inkább el tudjuk úgy, másképp mondom, annál inkább elkezdhetjük bevonzani, ami hiányzik. És megmondom én, bármilyen nincs rendelkezésünkre a mai világban, az azért van, mert mi vagy az őseink azt mondták, hogy nem. Ez nekem nem való, nem érdemlem meg, nem vagyok rá méltó, vagy nem kell. És tudod, azért nagyon fontos, hogy ezt mivel erős személyiségek vagyunk, hogy tegyük le a csatabárdot, tegyük le ezt az őrjöngő ego részünket, és tényleg mindjárt, hogy mi hiányzik, és rájunk, egy csomó minden hiányzik. Szeretet, figyelem, megértés, odafigyelés, ölelés, érintés, és minél jobban ismered a pszichológiai struktúrát, annál dúsabb a lista. Na, itt a gond, elmondom neked, ez a szívtörésnek az első, itt a két lépés a 20-ból. Amikor nekünk valami hiányzik, a szeretet, a figyelem, tudod, érezzük, hogy nincs, és nagyon-nagyon fáj. Elkezdünk haragudni azokra az emberekre, akik minket elutasítottak. És elkezdjük őket tudatalatt érzelmileg zsarolni. Adjál nekem szeretetet, figyelj rám, ajnározzál. Hát, de és akkor tudod, ebben van több száz. És ez az a lényeg, hogy ezek az emberek, akire mi újra mutogatunk, ez az ego trükkje, ők ugyanúgy szívtörésbe, traumatizálva, 10 millió része szét van szakadva az elméjük, magyarul képtelenek minket szeretni, ha mi nem szeretjük magunkat. Plusz fizikailag lehetetlen nekik megadni azt, ami bennük meg van tagadva. Látod, hogy működik? Azért, hogy ahogy egyre inkább magunkba befelé megyünk, de erre mondtam, kellene profi mentorok, mert nem tud a szívtörés traumájának a struktúráját, akkor folytatjuk a játszmát, folytatjuk ezt az ősi mintát. És utána az ego behisztizik, mi törjük össze a saját szívünket, mert az a másik valaki, vagy valakik nem adták meg azt, ami bennünk hiányzik. Eszméletlen. Olyan, na, most nem akarok olyan technikai lenni, csak hogy az elutasítástól való félelem az az, hogy nem értjük azt, hogy más nem tudja az érzelmi igényeinket kielégíteni. Jó? Amikor megtörténik, igen, köszönöm szépen.
Amikor megtörténik ez az elutasítás, és akár már azon a tudatossági szinten tart az egyén, hogy felismeri, hogy ez szívtörés traumája, integrálja a fájdalmait, illetve ezeket a traumákat, transgenerációs mintáit építi le, vagyis írja át, de mégis megtörténik egy ilyen visszautasítás, akár szakmai, vagy párkapcsolati, akkor van-e erre valamilyen konkrét technikád, vagy javaslatod, hogy ezeket a kudarcokat hogy kezeljük, hogy ne ássa alá az önbizalmat így pillanatnyilag, mondjuk a munkafolyamat során, vagy így időközben. Tehát oké, hogy dolgozom magamon, ez ugye igénybe vesz egy bizonyos intervallumot, nem egyről a kettőre történik, és hogy addig is, amikor megéli az ember ezeket az elutasításokat, akkor azt hogyan kell kezelni? A gyógyulás egy nagyon komplex folyamat, és nagyon sok mankó kell az úton. A mankó alatt azt jelenti, hogy segédeszköz. Tehát oda, hogy felépülünk, utána el kell engedni a mankót. Én a Viszlát Szorongás Hello-jelbe vetettem több technikát. A legfontosabb két bulldozer technika, az a nagy technika, az a tramoldó technika, a másik pedig az árny integrációs technika. Ami hiányosság volt eddig, azt hiszem, ezt te is látod, hogy egy bizonyos mélység alatt nem volt információ elérhető az embereknek. Próbáltuk tudod a felszínen keresni a válaszokat, de a válaszok mindig nagyon mélyen vannak. És amikor jön az elutasítás, mert jönni fog, tehát magyarul nem tudunk egy életet úgy megélni, és nem tudunk úgy felcseperedni, hogy gyermekből bántatlanul ezüstkanál a szánkba, egyszer csak felnőttek leszünk, és minden marha jól megy. Tudod, meg fogjuk ütni a térdünket, kapunk egy kép pofont, és így tovább, és ezekből kell úgy lábrálni, hogy kikerekedjen az élet. A kudarc és az elutasítás az más. Két más dolog. Az elutasítás az a szívtörés traumájának az újraélesztése. És akkor erre csináltam még annak egy videót. Petra, ez a, úgy hívják angolul, hogy love and significance, tehát a szeretet és a jelentőség hiány. Amíg ezek a struktúrák nincsenek benne meggyógyítva, hogy szerethetőek vagyunk és fontosak vagyunk, addig az egész világ arról fog szólni, hogy adjál nekem visszajelzést arról, hogy én érek valamit. És ez megint az önszeretet hiány. Tudod? És azért kell nagyon fontos a szeretetünket, az értékességünket, a személyes erőnket elkezdeni visszaintegrálni, hogy egyre inkább teljességében lássuk a világot, és ne úgy érezzük, hogy a világ ellenünk van. Az elutasított részeink vannak ellenünk. Jó? És a kudarc az egy ősi energia. Nagyon-nagyon-nagyon agresszívá teszi az embert. Azt tudják, az egyik tőárnyuk. A kudarcot vallott férfi, a kudarcot vallott nő, a kudarcot vallott orvos, és így tovább. És ezek olyan mélyen el vannak temetve, hogy mi csak azt tudjuk, hogy nem esik jól a kudarc, nem akarunk több kudarcot megélni, és így tovább, és lemondunk az életről. Erre az árny integrációs technika a legjobb, de nem lehet ilyen technikákat odaadni az emberek kezébe komoly háttértudás nélkül, mert olyan erősek ezek a technikák, hogy ha az ember rosszul használja, tönkreteszi az életét. Tudod, erre mondtam, hogy ehhez profi tudás kell. A nagy technika, a Viszlát Szorongás Hello új élet kurzusomban, az egy ilyen, eredetileg ugye angolul volt, és utána átfordított a magyarra, az arról szól, hogy ezeket az elutasított részeinket, az elutasítástól félő énjeinket, szeressük meg, és engedjük vissza úgy, hogy az élet mérhetően és láthatóan beindulhasson. Azután van még egy csomó más lépés, de meg kell gyógyítanunk az árnyainkat, meg kell bocsájtani metódikusan a kudarcot vallott tényeinknek, utána, ha azok már nem dühöngenek és tombolnak, át kell tréningelni az elmét, hogy nem, ez nem elutasítás, mert utasítod el a külvilágot. Ez egy nagy trükk. Mindenki, akit mi azt hiszük, hogy elutasított, mi ugyanúgy elutasítottuk őket. És akkor ebben a bűntudat, az ego ugye arról szól, hogy mindent a visszájára fordít, hisztizik, csapkod, dühöng, és nem látjuk azt a lineáris,
hogy egyszerűbb logikát. Azért nagyon fontos, hogy te is említetted a mentorság, jó coachok, tudod, hogy az ember tényleg lássa egy más logikát, hogy tényleg abból tudunk, vagy azáltal tudunk kiszállni ezek az ősi mintákból. A következő kurzusoddal, ha jól tudom, belsős infóból, talán lesz lehetőség arra, hogy kérdezzünk, ugye? Lesz valami hasonló lehetőség. Ugye mondtad, hogy nagyon fontos, hogy profi mentorokkal oldjuk ki ezeket a feszültségeket, meg a rossz lerakódásokat, vagy a helytelen mintákat, és hogy kell hozzá a vezettetés. Na most az rendben van, hogy ezt a technikát iránk bízod, és olvastam a visszajelzéseket is, meg a saját tapasztalat is azt mutatja, hogy ezeknek a traumáknak a feloldása bámulatos eredményeket mutat így a személyes fejlődésben, de hogy mennyire gondolod fontosnak azt, hogy fogja valaki a kezét az egyénnek, és vezesse ezen az úton, természetesen nem fizikai jelenlét szempontjából, de hogy mégis felmerülnek az emberben kérdések, és azt jó, ha választ kap rá. Ez mennyire lesz a jövőben nálad elérhető? A csoportos coaching, amit tervezünk, a nagyon komoly, már több hónapos munkálatok vannak, vagy folynak a háttérben, csak erről nem beszéltem, mert technikai, meg technológiai kihívásaink vannak. Hogy tudunk ennyi minél több embernek segíteni úgy, hogy megkapják a választ? Az a lényegebb a csoportos coachingban, hogy az eredeti tervem az volt, hogy válaszoljak a kérdésekre, hogy az emberek a törzsfejlődésüket folytathassák, és úgy feloldani a traumájukat, hogy az életcéljukat ezzel be tudják teljesíteni. Tehát nekem ez a fókuszom, hogy segítek az embereknek az egyediségüket, azt a csodálatos belső fényt megtalálni, ami csak is a trauma oldások után lehetséges. Tehát a célja ennek a csoportos coachingnak, hogy irányt adjak, választ adjak, és természetesen említettük, mint te, mint én, hogy kellenek mentorok. Nem mindenre én vagyok a legjobb mentor, mert vannak még olyan szintek, amiket az emberek még nem tapasztaltak meg, arra lehet, hogy egy olyan coach, aki olyan szinten sokkal jobb, mert lehet, hogy nekem már az olyan evidens, hogy olyan kézzelfoghatatlan. Hála Tehát Istennek ezért. az információ egy más szinten, valaki más által, így Igen. érted? Kellenek a különféle kifejezések, környezetek, amikor az ember azt mondja, aha, értem. Az a legnagyobb kihívás, hogy az elme az olyan, mint egy háttérprogram, de egy számítógép program, és egyszerűen nem halljuk meg az üzenet. A törletlen, azaz az ürítetlen elme, az félreértelmez mindent. Úgy értelmez dolgokat, amilyen a jelenlegi program struktúrája. Tehát ha valaki szeretetlennek érzi magát, ez egy belső programhalmaz, én oda mehetek a legnagyobb szeretetet, nem fizikailag, hanem energetikailag a fejlem, és el fogja utasítani. Mert ő úgy érzi, hogy nem meg, ő nem méltó rá, a szíve össze van törve, és így tovább, és így tovább. Ja. Ez a legnagyobb kihívás az embereknek, és most, hogy az ébredés történik, hogy látni, hogy programok futtatnak minket, és ezek a programok, ezek az ego által nagyon precízen, szépen, sunyin vannak kezelve, minél kevesebb program fut bennünk, annál jobban vagyunk. Erről a programról még így bevillant nekem egy olyan kérdés hozzád, hogy széles a spektrum, tehát van az a szituáció, amikor állok a tükör előtt, és kifogásolok bizonyos testrészeimet, vagy akár egy emberi kapcsolatban egy viselkedést, de van az a verzió, amikor testtudatom rendben van, látszólag szeretem magam, ám mégis tartok attól, hogy másoknak vajon ez megfelele, amilyen vagyok, vagy vajon mások szeretnek-e így, amilyen vagyok. Tehát mind a két esetben, illetve minden köztes esetben is ugyanaz a metodika, amit folytatni kell, tehát ugyanaz a
technika, illetve ugyanaz az eljárási mód, tehát ugyanazt a meditációt hallgatjuk végig, vagy ez két külön dolog? A meditációk egyedül nem elegek. Én nem is hallgatok meditációt már. Szoktam, mikor nem voltam jól. Tudatos átvasalás a lényeg. A visszaszorongás előző élet az első 80% az tudatos, technika, logika, muszáj, 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 és az utolsó, tudod, pár ott van négy vagy öt letölthető meditáció. Az a lényeg, hogy amikor valaki nem szereti magát tükörbe, ez egy olyan dolog, amit mindnyájan átmegyünk. Sajnos. Ez valamilyen szinten az isteni tökéletességünket támadja, az az ego program. Az ego és az Isten harcban van, és rajtunk játszódik. Bármikor, ezek a támadások, öntámadások, az ego támadja a tökéletes tökéletlenségünket. Van még egy olyan dolog, és ez is fontos. A technika maga nem annyira fontos, mint a pszichológia értése. Mert én, amikor dolgozunk kliensekkel, ott tudok egy olyan technikát teremteni, még addig nem használt, nem létező technikát, mert tudom, hogy mi azok az elakadások, amiket meg szeretnék oldani, vagy segíteni a kliensemnek. Van az emberekben egy olyan struktúra, és ez a 3D-s mátrixban nagyon domináns volt, úgyhogy hogy versengés. Ez angolul competition. És ez egy nagyon rossz struktúra. Ez az ego installálta be, mikor nézzük, hogy ki jobb nálunk. Kell ennek egy pici része, amikor fejlődünk, hogy fú, ez marha gyorsan fut, de jó, de szeretnék így futni. Tudod? Tehát fel tudjuk használni azt a pozitív aspektusát, hogy minket hajtson, de amíg mi úgy érezzük, hogy ez jobb nálam, én nem vagyok elég jó, te magasabb vagy, én nem vagyok. És tudod, ezek az összehasonlítások, ez egy ego trükk. Az egónak a programja van, abból az egyik az, hogy minden áron megakadályozza minket, hogy elérjük az életcélunkat. Oké, ezért ellenáll a traumoldásnak, ezért cirkuszol, ezért viselkedik kérdésesen, mert minden ilyen dologból ugye időt vesztünk, időt pazarlunk, bűntudatunk lesz, és akkor belemélyülünk olyan dolgokba, amit igazán nem fontosak. Az új földön ezeket ki kell takarítani. Jó? Tehát akkor, hogy megismétlem, vagy átfogóban mondom, amikor nem tetszik magunknak, az föl kell használni ezt az alkalmat, hogy mi az, ami nem is miért. Kivel versengünk, mi, és majdnem minden testrészünk szimbolizál valamit spirituálisan, tehát azt is áttekintjük, eloldódik, vagy feloldódik ez az ön, tudod, az önbántás. Ha nagyon jó vagyunk a toppon, akkor használjuk ki. Elmutattam a test asszociációs technikát. És hogy tároljuk el azt a jó érzést, mert az élet az tudod, van egyszer fönt, egyszer lent, és tudjuk ezeket a toppos érzéseket betenni a nem toppos momentjeinkbe. És akkor, mikor az ember, most azért mondtam, hogy van ez a versengés, ez egy eszméletlen ilyen nagyon kifinomult egótrükk. A nő verseng a férfivel. A nő verseng a nővel. A férfi verseng a férfivel. A vállalatok egymással versengenek. Mindenki verseng mindenkivel, és ez egy félrevezetés. És megmondom miért. Mert ez a versengés, ez egy olyan, leveszi a figyelmünket az igazi egyedi ajándékunkról, és az, hogy az életcélunkat ez szerint ide visszajönk önmagunkhoz, és jól legyünk. Jó? Jó sok síkon futnak a dolgok. Szeretnélek megkérdezni egy olyan dologról, hogy rendben van, átéljük ezt az elutasítást, vagy bármilyen kihívást jelentő helyzetet, de hogy ezt hogyan tudjuk felhasználni az erősödés érdekében. Tehát adott egy szituáció, megkapod az elutasítást, akár szakmailag, vagy emberileg, vagy párkapcsolatilag integrálod, tudod, hogy szívtörés, trauma, de hogy ezen túl hogyan tud ez még erősíteni az önbizalmon, vagy az önszereteten?
Minél integráltabbak vagyunk, annál kevésbé használjuk azt a szót, hogy elutasítás. Megváltozik a szókincsünk. Bizonyos dolgok, amiktől tud az ember retteg, meg kellemetlen, meg kényelmes, az megszűnik létezni. Én azért nem szeretem ezt a nagyon sok spiri, amit én úgy hívok, spiri hablaty, mert szép, meg jó, meg igaz, vagy nem igaz, nem is számít, nem segít bizonyos megrekedt szituációkba kilépni, mert az egy integrálatlan részünk, az fáj. Nem lehet neki azt mondani, hogy felejtsd el, hogy fáj, gyere, menjünk ide, meg oda. Nem, ezt meg kell precízen tudni, hogy a metodikákat. Tehát megváltozik a szókincsünk, be kell azt vállalni. És akkor így jön az őszinteség. Mondtam többször, hogy az ember úgy volt képezve, hogy nem őszinte. Mondjál igazat, betörik a fejed. Persze, hogy senki nem őszinte. Minél inkább ebben az őszintetlenebb, egóharcos, sötét világban éltünk, mert abban éltünk, annál kevésbé van meg az a képességünk, hogy lelassítani, szóval, hogy ez eszméletlen rosszul esett. Nagyon fáj. Bontsuk le, hogy mi okozta a fájdalmat. Én ebbe vagyok profi. Tehát, hogy ez, meg ez, meg ez, és olyan láthatatlan kis nyomógombok, meg ilyen drótokon keresztül jönnek ezek az érzelmi töltések, hogy ha tudod, nagyon gyorsan lábra állsz. És akkor rájössz arra, hogy nem elutasítottak, hanem a te törzsfejlődésedet szolgálták, és segítenek a te életcélodhoz közelebb kerül. De amíg elakadunk abba az elutasított, meg a narcisztikus pasas, meg a narcisztikus, addig az ego ezt élvezi. Azt mondja, tudod, csináld, csak erről vannak szemináriumok. Nem az a lényeg, hogy ki narcisztikus, hanem mit jelent az narcisztikusnak lenni. Az a lényeg. Jó? Tehát az elme és az ego, mert az ego kontrollálja az elmét. Miért teremt narcisztikus viselkedéseket, és mi az, ami itt fel kell oldanunk ahhoz, hogy ez már ne zavarjon minket, és hogy ne teremtődjön körülöttünk, nem kívánatosként. Ez a lényeg. Tehát amikor elutasítást kapunk, akkor az mindig szívtörés trauma, vagy másba is beköt. Mindig. Ha megvan oldva a trauma, akkor, ahogy említettem, ez a szó kiesik a szókincsből. Jó? Az elutasítás az elfogadásnak az ellenkezője. Mikor a nagy technikát terveztem, akkor ugye, hogy innen mi hiányzik, az mindenre lehet alkalmazni, emögött vannak még más rétegek, és kell több technikát alkalmazni. Innen mi hiányzik? Hiányzik az anyu elfogadása. Hiányzik apám elfogadása. Hiányzik a teremtő elfogadása. Hát nagyon sok hasonló válasz van, de más ízű és más frekvenciájú. És amikor ezekre rá érzünk, és a technikán keresztül visszaintegráljuk, egyre inkább nem fog az a nem kívánatos dolog megtörténni velünk, és egyre inkább el tudjuk engedni a kifejezést, hogy el vagyok utasítva. Nagyon mély ez a dolog. Mondok egy kicsit ilyen kvantumpszichológiai részt. Mikor meggyógyítok a széktörés traumáját, utána ez az elutasítás már olyan kis langyos, tudod, már jól vagy, már nem kell, már tudod, hogy az ember már magabiztos, van önbizalom. De van egy olyan mély aspektusunk, amit úgy hívják, hogy a lázadó. Ez a lázadó aspektusunk, ez egyedül szeret csinálni dolgokat. Ez elutasította a mindenséget és az egységet. És akkor ez újra gerjeszti a dolgokat. Jó? És akkor innen jön meg, hogy hát nem miért utasított? Azért, mert te azt hiszed, itt egy hiedelem, hogy egyedül kell mindent csinálnod. Az ego beetette velünk ugye azt, hogy az életcélunk az kamu, és hogy egyedül kell csinálni és elérni azt. Nem így van. De amíg az ember nem profi mentorok nem hívják fel a figyelmét a másoknak erre, addig az eredeti programok futnak. Jó? Tehát az elutasítás nagyon sok helyről jön, és ahogy gyógyítjuk a rétegeket, megyünk egyre mélyebbre, annál inkább úgynevezett semlegessé válnak, és már nem tud letarolni minket ennek a szövegkörnyezet az érzése, vagy ha csak a gondolata sem. Köszönöm szépen. Mindig megnyugtatja a klienseket, amikor személyes tapasztalatot mesél egy mester, vagy egy mentor,
Úgyhogy gondoltam, megkérdezlek, hogy van-e esetleg olyan személyes történeted, amikor még volt esetleg ilyen hasonló élményed, és szívesen megosztanád. Persze. Elutasításról? Elutasításról, illetve bármilyen kudarcról, ami ezen a szálon vezethető. Oké. Okay. Mind a kettőről szeretnék beszélni, jó? Az egyik, mindegyikből rengeteg volt. Tehát ez is olyan, hogy gyűlik, 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 és az ember egyszerűen eltaknyol, és azt mondja, na jó, elég, keresek jut. 14 éves voltam, 5 éves voltam. Egy csodaszép kisrác voltam. Tehát én kis alandelom. És táboroztunk még Magyarországon, azt hiszem Balaton valahol, nem is tudom, a Tihany környékén. És nekem nagyon tetszett egy lány. És ez a lány mást választott. És úgy nézésből, arról szólt az egész mentális izém, hogy ennek a csávónak föl volt gyűrve az ingúja. Lehet, hogy azért. Ah, tudod? És akkor az ember végigmegyen több tucat ilyen, ez is annyira, annyira fájt. Persze akkor még jó fej voltam, akkor még azt mondta, hogy majd akkor én is felgyűröm, és akkor tudod, próbáltam én is úgy nézni, kalibrálni, de igazán fel akartam hívni magamra a figyelmet. Na most így felnőtt fejem, már gyógyultam, már tudom, hogy bla bla bla, nem is akarok belemenni, de az eszméletlenül ilyen elutasítás sos érzést adott. Mondok még egy nagyon érdekes dolgot, és ez a fénymagoknak szerintem fantasztikus lesz. Amikor én elkezdtem 2010-ben nagyon mély önmunkát csinál. Tudod, én jöttem a Tony Robbinsnak tanítványai tanítottak, direktorok a Tony Robbins-tól jöttek hozzá, mint kliensek. A Tony Robbins direktorai mentoráltak engem. Tehát tudod, mondom, több száz eszméletlen profi kocsmon, és az történt, hogy a régi korporát, tehát ez a multi világ teljesen elutasított. Annyira átment a frekvenciám egy ébredőbe, a fény felé kezdtem el törni, és nem ebben az eredeti háromdimenziós struktúrában mozogni, hogy szó szerint nem álltak velem szóba. Nem hívtak vissza, nem texteltek, vagy tudod, nem küldtek vissza az SMS-t, nem álltak velem szóba. És volt egy olyan szakasz is, most már tudom utólag, már ez már nem létezik ez a struktúra, hogy egyszerűen nem találtam állást. A két világ között, ahogy már a 3D-ben nem illettem bele, de még a magasabb 5D-be se, és akkor volt itt egy olyan régi, egy olyan, hogy az úgy érsz, az egész világ elutasított. Na, most már tudom, miután áttörtem, meg stb. Stb., hogy ezen át kell menni, ez az én mentális platón volt. Nem utasította engem senki, de nem voltam elég közel még a teremtői viszonyhoz, a bőséghez, tehát magyarul egy ilyen hiány kategóriába találtam magam. Ezen át kellett ismét, hogy törjek, és akkor utána voltak még tesztek, most már nem is, nincs is érzés, mikor ezt elmondom, csak azért mondom, hogy tudják az emberek, hogy ezek lépések, és az új embernek nem kell ezeket megélni, mert már nincs Matrix. Annak lesz, aki ezt választja, mond. Ma már ez a köztes lét nincs, jól értem? Tehát vagy 3D-ben érvényesül az ember, vagy emelkedik, és akkor ott az isteni szinten tud létezni? Igen. A háromdimenziós matrixban az egy invertált logika szerint működött. Az új, a 5D-s világban, ahol már benn vagyunk, az már 2012 óta, 2 óta létezik, csak az emberek elméje annyira még a régi programokat futtatja, hogy azt teremti magának az az időségot. Tehát ez csak akkor létezhet, ez a kettős világ között, hogyha még nem integrálta magát vissza a teremtővel, a forrással, az Istennel és a bőséggel. Most az is fog történni az emelkedőknek, akik tényleg dolgoznak magukon, és ez nem arra szól, hogy tökéletesen kell tudjál minden kvantum pszichológiai, tudod, hogy mondjam, szöget, hanem az, hogy tudd az, hogy fejlődni akarok. Jó világba akarok élni, a paradicsomba szeretnék élni. Ezeknek az embereknek már csodák fognak történni az életükben. Van mit korrigálni, tehát itt kell majd vigyázni, hogy ne bízzuk el magunkat, ne álljunk le, tehát folytassuk az utat, de csodák fognak várni azokra, akik ezen az úton vannak. Jó? Tehát ott volt egy nagyon komoly elutasítás.
akkor hogy törtem át, 2018-ban elkezdtem tanulni a kvantumpszichológiát, mentoroktól. Letaknyoltam. Én azt hittem, hogy már tök jól tudok dolgokat, semmit nem tudtam. Akkor jöttek ezek a olyan belső elmei programok, hogy hogyha ide visszamész, ebbe és ebbe a szögbe, és megnyílik a kvantumtér, ott fedezed fel azt a traumát, ami neked anyagi gondot okoz. És akkor, tudod, amire eszméletlen, de képzeld, ott annyira tetszett, és hogy mi mindig magamon letesztelek mindent, marha jól működött, nagyon jól volt a szemináriumokat, és mondom, hogy ezt szeretném megismerni és továbbadni, és ott elhagytak az emberek. Ugyanúgy elutasítottak. Minél magasabbra mentünk a régi Mátrixban, annál inkább, hogy növekedett a kollektív alacsony tudatosság és köztünk a távolság, annál jobban fájt. Annál inkább úgy éreztük, hogy elutasítanak bennünket. Most már ez nincs, de muszáj a traumáinkat meggyógyítani, hogy ez a szókincsünkben ne is létezhessen. És akkor tudod, hogy törtem én is át, eszmetlen kudarc volt, fájó, csalódások, ami megint egy ego struktúra, az a halál struktúra az egónak a csalódás pszichológiája, és mentem át, és ahogy magamon dolgoztam fel dolgot, engedtem el azokat, az embereket, meg társadalmi rétegeket, akik nekem idézőben már nem volt szükségem. És akkor rájöttem még egy dologra. Bárkire, akire én nehezteltem, az azért volt csak, mert megígértem nekik a lélek szerződésben, hogy őket megmentem. Eszméletlen kacifántos, nem mindegy. Az a lényeg, hogy ma nagyon jól vagyok, de nagyon nehéz volt az út. És azért mondtam ezeket a gyakorlati lépéseket is, meg ilyen háttereket is, hogy az emberek magukra ismerhessenek, és lássák, hogy erre mondtam, mindig van kiút, de tudni kell a hogyanját. Tehát akkor a viszlátszorongás kurzusod a gyorsítósáv ehhez. Igen. Ugye két kikötés van, legyen egy jó kocsit, ami gyorsul, a másik meg, ha nincs semmi gond, legyen melletted mentor vagy mentorok, akik segítenek felismerni a benned rejlő erőt és nagyságot és a képességeket. És akkor vissza az önbizalomhoz, önszeretethez, az a lényeg. Nagyon sok lépésből áll, akár 10 000 lépésből is áll, de ha nem csináljuk, akkor leromboljuk magunkat, ha alázattal bevállaljuk, akkor meg fölépítjük magunkat. Nagyon szépen köszönöm, Robi. Mélyen inspiráló volt hallgatni a gondolataidat és a tapasztalataidat, és a megosztott bölcsességek és az önkifejezés, az önszeretet fontosságának a hangsúlyozása nagyon mély benyomást tett rám, és remélem, hogy ez az interjú sok embert ösztönöz majd arra, hogy elinduljanak, vagy folytassák ezt az utat az önszeretet felé. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked, és végtelenül hálás vagyok a mai estéért. Én is köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen. Szép estét. Szép estét.